Vörös és fehér rózsa, íris, margaréta és skála. Ez csak pár virágfajta, amelyek közül válogathattak a férfiak Bálint napkor. Sokan már délelőtt nyüzsögtek a virág üzletekben, hogy vásároljanak valamit kedvesüknek. Úgy ünneplik, hogy most a kedves feleségem dolgozik, megyek érte, ebédelünk, és aztán viszont ki vacsorára, este. És mit vett neki? Hát vettem egy ilyen kosarat, ilyen rózsát. Egy szép tokor virággal is. Ez az ünnep alkalmával. Rózsát vesz neki? Igen, rózsát, igen. Pěstu jsou prozí malý poklon, protože jsme se navykli tak, už 10 let jsme zajedno. Dnes chceme provést kruh porodice. Az ajándékozás ezen a napon egyébként a 20. század végétől terjedt el világszerte. Akkoriban kis ajándékokat adtak egymásnak a párok. A virágüzletek már hetekkel előbb készülni kezdtek, hiszen a tapasztalatuk szerint ezen a napon az egyik legnagyobb a forgalmuk az évben. Vörös Ilonka virágüzlet tulajdonostól megtudtuk, melyik virág fogy leginkább. Főképpen a piros rózsa megy ilyenkor legjobban, egy piros szívvel, dekorációval, vagy olyan, hogy szeretlek, tehát ilyen feliratokat szoktak rátenni. És ilyenkor drágább a rózsa? Jóval drágább, igen, igen. A rózsa és csoki ajándékozáson kívül ezen a napon többen vacsorára is elviszik a párjukat. Az éttermekben ebben az időszakban teltház van. A legtöbb helyet már hetekkel a Bálint nap előtt lefoglalják, így történt a Hedéra étteremben is. Azonban a járványügyi előírások miatt idén jóval kevesebb vendéget fogadhatnak. Dolgozhatnánk, a vendégek jönnének, egy kicsit félve fogadjuk őket, és persze jár egy bizonyos számú lemondással is. Ma ugye 14-e vasárnapra jutott, ami egyébként is egy közkedvelt nap, amikor a családok kijárnak ebédre, tehát ilyen formában annyi, hogy nagyobb az érdeklődés, és ma tudunk fogadni délután is vendégeket, épp az miatt, hogy kicsit megosszuk a tömeget. A Bálint naphoz egyébként számos babona, hiedelem és néphagyomány fűződik. Ezen szokások legtöbbje a fiatal lányoknak adott segítséget ahhoz, hogy megtalálják, meghódítsák vagy megtartsák szerelmüket.